Sziasztok fiúk és lányok! Üdv a csatornámon! Ebben a videóban ilyen egyetemi, gyakori kérdéseket szeretnék megválaszolni a saját szemszögemből. Tehát ezeket a kérdéseket én a neten láttam, hozzászólásokban, ilyen oldalaknál, és úgy gondoltam, hogy a legfontosabbakat, meg amik a legrelevánsabbak, azokat így összeszedtem egy videóba, és ezekre szeretnék válaszolni én, mint benne levő, tehát nem az, hogy mi a szabályzat, normális. Nyilván elmondom a jogi részét is, illetve utána saját tapasztalat alapján fogok rájuk válaszolni. Ezek a kérdések teljesen random kérdések, tehát nincs egy bizonyos témaköré leszűkítve, hogy nem tudom, tárgyfelvétel vagy bármi, úgyhogy ha ezek közül bármi érdekel téged, lesz itt szó Erasmusról, lesz itt szó egyetemváltásról, akkor passziváltatás, tárgyfelvétel, mindenféle kérdésre fogok válaszolni, ami akár az év elejétől is lehet fontos, vagy az év végén, attól függ, milyen téma érdekel téged, úgyhogy ha van kérdésed, amit megválaszoltam, akkor örülök, ha nincs, akkor pedig tedd fel kommentbe, mert nagyon szívesen válaszolok rá. Kezdjük is akkor el, ne húzzuk tovább az időt. Az első kérdés, hogy a második fél évenben ki tudnék-e jutni ösztöndíjjal. Nos, erről van egy szabályzat, kezdem először a jogi részével, mégpedig a jogi része az az, hogy hivatalosan te akkor tudsz csak kimenni külföldi fél évre, ha minimum 2 fél éved le van zárva. Tehát te második fél évbe nehezen tudsz kimenni, mivel Erasmusra mindig egy évvel előtte kell jelentkezni. Tehát ha te elkezded most szeptemberben az egyetemet, akkor tudsz jelentkezni novemberig, mivel mindig novemberig kell jelentkezni az Erasmusra, viszont így csak következő ősszel vagy tavasszal mehetsz ki. Tehát leghamarabb a 3. fél évedben tudsz kimenni egy külföldi fél évre, mivel a jelentkezési határidő mindig egy évvel előtte van, tehát ha te most novemberben jelentkezel, akkor nem jelentkezhetsz a tavaszi fél évre, ami ugye neked a 2. fél éved lenne, hanem vagy a 3. vagy a 4. Ez ugye te döntöd el, hogy hova szeretnél menni és mikor, de az a lényeg, hogy Erasmusra leghamarabb 3. fél évedben mehetsz, ami ugye mondjuk az őszi fél évet, hogyha most az általános képzést nézem, tehát 2. fél évben nem tudsz még kimenni külföldre Erasmus ösztöndíjjal. Neptun testnevelés tárgy felvétele. Ez egy jó kérdés, mivel a tesi az egy olyan tárgy, ami se nem kötelező, se nem választható, se nem kötelezően választható, hanem a diplomát feltétele. Viszont a tesi az azért jó tantárgy, mert azt akkor végzed el, amikor szeretnéd. Én azt ajánlom, hogy az első 2 éven belül végezd el, illetve vannak olyan egyetemek, illetve szakok, ahol kötelezően megvan adva, de nálunk annyi volt a feltétel, hogy 2 fél évet teljesíts. Ezt azért nem tudod belerakni az órarendbe, mert amúgy nincs neki külön helye, hanem ezt majd csak a végleges tárgyfelvételnél tudod belerakni, akkor, amikor a tanár mond neki egy időpontot. Nekünk például emlékszem, 8:00 reggel volt, funkcionális testnevelés, nagyon élveztem így indítani a hetet, úgyhogy utána egyből makron volt, tehát rohanhattam át full izzadtan az egyetemre. Úgyhogy a tesit azt fel tudod venni, de csak a végleges tárgyfelvételi időszakban, illetve annak külön lesz majd egy időpontja, tehát azt nem fogod még látni se az előzetesnél, és sajnos olyan, amikor még az éles tárgyfelvételnél sincs időpontja, ezért órarendtervezőben nem tudod berakni, illetve, mikor időpontot adnak hozzá, akkor az órarendedet egy kicsit fel fogja rúgni, de az a lényeg, hogy a tesitől nem kell félni, mert ez egy ilyen furcsa tantárgy, ami se nem kötelező, se nem választható, ergo nincs benne a mintatantásban, nem fognak neki egyből órarendet adni, ezzel sajnos együtt kell élni. A kérdés, amit majdnem minden második ember megkérdez minden egyetemistától, jól tettem-e, hogy egyetemre jöttem, vagy jobban jártam volna egy szakmával? Én most nagyon őszinte leszek veletek, és próbálom a jót kiválasztani mind a kettőből. Erre szerintem nincs jó válasz. Ha azt nézem, hogy egy rendes munkás, aki tényleg megcsinálja a dolgát, mennyit keres, meg mondjuk egy mai tanár 25 év, 30 év tapasztalattal és diplomával, akkor azt mondanám neked, hogy menjél el szakmát csinálni, mert jobban jársz vele. Viszont ha azt nézem, hogy egy orvos mennyit keres, akkor nyilván azt mondom, hogy menjél egyetemre, hiszen diploma nélkül nem érsz semmit. De ez nem igaz. Tehát én itt azt mondanám, hogy ezt a kérdést próbáljátok meg ne föltenni, mivel ez mindenkinek saját maga kérdése.
Van olyan ismerősöm, aki csak azért ment tanárira, mert ő imád a gyerekekkel lenni. Ő azt mondta, hogy neki nem kell luxus élet, neki nem kell sok fizetés, ő el van a kis lakásában, csak hadd legyen tanár. Most ennek az embernek nem mondhatod meg, hogy inkább csinálj szakmát, mert azzal több pénzt fogsz keresni, hiszen neki az volt a lényeg, hogy a gyerekekkel legyen együtt, és őt nem érdekli a pénz. Viszont ha valaki azt mondja, hogy ő vagy tanárira megy, vagy valami olyasmit csinálna, amiből sok pénze lesz, akkor ő a szakmát fogja választani, mert sajnos egy szakma többet ér, mint egy diploma, egy tanári diploma a mai világban, ami persze nagyon szomorú, viszont szerintem itt nincs most jó válasz, hogy egyetemre mentem-e, vagy szakma. Van, aki sokkal boldogabb egy egyetemi diplomával, mert úgy van vele, hogy ez egy biztos pont az életében, mert ha bármi más rosszul sikerül, akkor legalább ott van egy diploma. Valaki meg úgy megy el szakmára, hogy ő biztos, hogy nem fog órákat tanulni még, azért, hogy aztán dolgozzon, nem tudom, heti 40-50 órát X fizetésért. Úgyhogy szerintem erre a kérdésre itt magadban kell keresni a jó választ, és nincs egy megadott norma, hogy most akkor nem tudom, muszáj vagy egyetemre menni, mert ez a normális. Az egyetem mindenképp jó egy B, C, D opciónak, hogyha te mindenképp szakmát akarsz csinálni, viszont én úgy vagyok vele, hogy ha lehetséges, akkor tudsz egyetem mellett mást is csinálni, például szakmát, hogyha olyan szakmáról van szó, tehát semmiképp se hanyagold el egyik lehetőséget se, viszont tudnod kell, hogy neked mi a jó. Tehát, hogyha neked valami nem megy a suliba, akkor ne egyből azon gondolkozz, hogy szakmát kellett volna csináljak, mert hogyha szereted azt a szakot, szereted a tárgyaidat, szereted a társaidat, illetve szereted azt a jövőt, amit ez az egyetem adna neked, illetve ez a szak, akkor szerintem csináld, és ne azzal foglalkozz, hogy mi az alap normális ebben a világban. Ugyanúgy, hogyha te inkább szakmát tanulnál, akkor csináld, mert kőművesre mindig szükségünk lesz, ácsra mindig szükségünk lesz, postásra mindig szükségünk lesz. Szerintem ezt a kérdést ezt úgy, ahogy van, magadba rendezd el, mindenféle külső befolyás nélkül, mivel a lényeg az, hogy te magad boldog legyél, és hogyha te ácsként vagy asztalosként leszel boldog, akkor üsse kavics, én támogatlak. A következő kérdés az az volt, hogy egyetemen a vizsgára bocsátás előfeltétele mindenképp a sikeres ZHE. Na most ez iszonyúan szaktól függ, mert van olyan szak, ahol sikeres ZH kell ahhoz, hogy te vizsgára mehess. Ez pont. Tehát sikeres ZH, azt mondják, hogy legyen meg a kettes, 51% vagy 60% vagy nem tudom, szaktól függ, és ott muszáj. Viszont van olyan egyetem, ahol ha te megbuksz ZH-n, akkor nem érdekes, mert a ZH az csak annyit jelent, hogy ha sikeres a ZH-d és összejön belőle az évvégi 3-as, akkor nem kell elmenned vizsgázni. Van olyan viszont, ahol muszáj, hogy meglegyen a ZH-d ahhoz, hogy te elmehess vizsgázni. Tehát ezt az egyetemen kell megkérdezned, az egyetemen kell utána járnod, illetve azon belül is a tárgyaknál, mert a tárgyaknál is különböző. Van olyan tárgy, ahol nekünk muszáj volt a sikeres ZH ahhoz vizsgázhassak, azt hiszem 60% volt. Volt olyan tárgyam, viszont ahol tök mindegy, össze-vissza bukhattunk a ZH-n, úgy is elmentünk vizsgázni évvégén, mert tudtuk, hogy az fog számítani. Tehát itt szépen a tárgyaknál fogod tudni, hogy mi az adott tárgyon a vizsgának az előkövetelménye. Tudnátok-e tippet adni a jegyzeteléshez? Ez az egyik kedvencem. Én imádom ezt. Szóval a jegyzetelés az egyetemen az egy nagyon trükkös dolog, mivel konkrétan a tanár vagy kiadja neked a PPT-t, és akkor én viszont úgy jegyzetelnék, hogyha megvan adva, hogy meg fogom kapni az adott PPT-t az óra végén vagy a nap végén, akkor csak azokat a dolgokat mondanám el, amiket a tanár mond, és nincs rajta a PPT-m. Tehát egy nagyon-nagyon-nagyon ilyen ekkora kivetítő lesz, ahol te látni fogod, hogy mi van a PPT-m. Ha a tanár mond valamit, például fel van egy fogalom, és a tanár azt mondja, hogy na most ezt elmagyarázom, akkor ott én jegyzetelnék, mert az nagyon fontos lehet. Tehát az biztos, hogy egy olyan dolog, ami nincs a PPT-n rajta, mert a tanár csak földobál ilyen fogalmakat, te viszont otthon úgy akarod tanulni, hogy értsd, akkor én azokat a fogalmakat leírnám. Hogyha viszont nincs PPT-je a tanárnak, vagy azt mondja, hogy ő ezt nem adhatja ki, akkor pedig folyamatos írás helyett én azt mondom, hogy csak kifejezéseket írjál le. Mert ha leírsz egy kifejezést, akkor utána sokkal egyszerűbb lesz neked azt otthon kifejteni, otthon utána nézni, mint hogy te írnád azt, hogy a tanár mondja a definíciót, írd le csak magát a kifejezést.
és a kifejezés után sokkal egyszerűbb lesz az, hogy otthon utána nézel. Mivel nem fogod tudni folyamatosan tartani a tanárral a tempót, bármennyire is szeretnéd, viszont én azt szoktam, hogy maximum egy oldalnyi vázlatot írok órán, kifejezések, dátumok, nevek, hogyha éppen ilyen tárgyról van szó, és otthon utána nézek, hogy ezt a nevet, ezt miért is mondta, miért releváns a tárgyamhoz. Illetve ugye én rengeteg színest használok, ami nekem például nagyon segít abban, hogy kiemelem, hogy mi a főcím, mi az alcím, mi tartozik egybe, fogalmakat pirossal szoktam kiírni, illetve az embereket, mit tudom én, zöld színnel, az évszámokat sárgával, és így tudom, hogy ha én most az évszámokat fogom tanulni, akkor az évszámokat fogom tanulni, tehát csak a sárga színt fogom például nézni. Úgyhogy a színek nekem nagyon fontosak, illetve az, hogy tényleg csak a fontos dolgokat írd le, tehát fogalmakat, nem kell leírnod az egész definíciót, mert azt a neten rá tudsz keresni, bármilyen adatbázisban, úgyhogy tényleg a lényegre törekedj, mert otthon úgyis sokkal több időd lesz arra, hogy ezt bővebben kifejtsd. El lehet-e végezni egy szakot annál rövidebb idő alatt, mint amennyi megvan adva neki? Ez megint szaktól függ, mivel hogyha vannak olyan tárgyaid, amik egymásra épülnek, akkor valószínűleg nem tudod elvégezni. Mivel nem tudsz addig fölvenni egy anatómia 2-t, amíg nem végeztél el egy anatómia 1-et, ez nyilván logikus. Viszont vannak olyan szakok, ahol meg föl tudsz venni akár több tárgyat is egy fél évre, bár nem ajánlott. Én azt mondom, hogy nem véletlenül van kitalálva az, hogy egy szak ennyi és annyi fél éves, mivel ez ki van dolgozva, hogy akkor most ebben a fél évben mit tanulsz, és ne akarj egy 4 éves képzést 2 év alatt elvégezni, mert abba bele fogsz halni, szó szerint. Tehát ne arra kalkulálj, hogyha nem akarsz ennyi időt egyetemen tölteni, akkor inkább csinálj valami mást, mert saját tapasztalatból tudom, hogy az alap adott 30-35 kredit is sok egy fél évre, tehát az pont annyi, hogy amellett van még időm dolgozni, és mondjuk ennyi, egy kis szociális élet. De ezt ne akard, nem tudom, 60 kreditet egy fél év alatt elvégezni, mert lehetetlen lesz, tehát annyira sok lesz, annyira tele lesz, hogy nem lesz másra időd, és nem fogja megélni, mert nem leszel okosabb, nem leszel előrébb, mivel annyira nem fogsz más tereken az életben előre haladni, hogy tök felesleges. Szóval amennyi idő van arra, annyit szállj is rá. Egyetemistáknak milyen munka lehetőségük van? Húha, erre nagyon sokféle válasz van. Természetesen mindenféle munka lehetőséged van, ami 24 órába megadatott. Tehát én azt mondom, hogy 20-24 óránál több munka lehetőséget te ne vállalj be, mert nem fogod bírni. Tehát első az egyetem, szerintem, hogyha egyetemre mész. Másodlagos persze lehet a munka, én is dolgozom az első fél évemtől kezdve, viszont rengeteg féle lehetőséged van. Nyilván a legegyszerűbb az a home office-os lehetőség, ahol teljesen home office-ba vagy, de ha ez nem adatik meg, akkor úgy kell az órarendedet beraknod, hogy tudjál dolgozni mellette. Ha mondjuk 24 órát veszek egy hétre, akkor az ugye 4,8 óra egy napra, ami amúgy nem vészes, mondjuk ha kerekítem 5 óra, de természetesen ez azt jelenti, hogy akkor másra nagyon nincs időd. Persze ez attól is függ, hogy milyen munkád van, mert a home office nyilván rugalmasabb, a nem home office pedig ugye úgy kell beosztanod. Itt hagyok pár oldalt, ahol amúgy rengeteg munkát tudtok találni, ezeknél tudtok jelentkezni, akár első fél évtől kezdve, ők gyakornokokat keresnek, nulla tapasztalattal, van olyan, amelyik szak fókuszált, van amelyik nem, úgyhogy jó keresgélés, hogyha ti munkát akartok, de én azt mondom, hogy 20-24 óránál többet egy hétre ne vállaljatok be. Egyetemváltás milyen következményekkel jár? Húha, hát milyen következményekkel jár? Ez egyetemfüggő, tehát nagyon nehéz ezekre a kérdésekre általánosságban válaszolni, de pár dolog, amit én tudok. Egyrészt nálunk például vissza kell fizetned a Corvinuson az addigi képzésednek a díját, ami nem olcsó. Van olyan, ugye például, hogyha te egyik egyetemről akarsz a másikra menni, nem minden órádat fogják elfogadni, tehát lehet, hogy újra kell kezdened. Harmadik, hogyha te államin voltál és államira szeretnél menni, nem valószínű, hogy átvesznek, mivel minden szak úgy indul, tehát hogy annyi embert vettek fel államira, amennyit meg volt hirdetve, tehát ha te évközben jelentkezel át, akkor nem valószínű, hogy neked engedni fogják azt, hogy te ugyanúgy államin maradj. Úgyhogy ez a három legfontosabb, tehát vagy fizetned kell,
vagy csúszol, vagy pedig csak önköltségesre fognak átvenni, ami meg nem feltétlenül éri meg, főleg ha már előtte vissza kellett fizetned 3-4 fél évnyi tandíjat az előző egyetemednek, úgyhogy ezeket kell figyelembe venni, illetve a kreditelfogadási rendszert kell megnézned nagyon jól, de mondom, ez egyetemtől függ, az, hogy te melyik egyetem vagy, mire szeretnél menni. Ha teljesen más képzés, akkor nyilván újra kell jelentkezned. Akkor egy csomó idő kimarad, lehet, hogy új érettségit kell tenned, úgyhogy ennek a legjobb, ha te jársz utána. Hogy kell kiszámolni a súlyozott átlagot, illetve az ösztöndíj indexet? Erről ide felteszek nektek egy képletet, mert én se tudom fejből. Viszont, hogyha ezt a képletet sem értitek, akkor komment szekcióba írjátok le, és akkor ott megpróbálom elmagyarázni, vagy egy következő videó elején beszúrom ezt a kérdést újra és elmagyarázom, mert én ebből az átlagból teljesen jól megértettem, hogyha ti ebből sem értitek meg, akkor igazából a neten is tudtok találni dolgokat, de ez egy olyan dolog, amit neked a Neptun ki fog számolni magának, szóval a lényeg, hogy tanulj, a lényeg, hogy ötösöket szerez, négyeseket, és a lényeg, hogy igen, ne bújj meg, ezen kívül pedig a Neptun kiszámolja neked, de mondom, én ez alapján, a képlet alapján megértettem, ha nem értitek meg, akkor írjatok nyugodtan, és elmagyarázom. Ennyi lett volna, srácok, a mai videó. Remélem, hogy egy csomó kérdésre tudtam válaszolni, ami esetleg titeket is érintett. Ha még mindig van olyan kérdés, amit nem értetek, bármivel kapcsolatban az egyetemen belül, akkor kommentbe írjátok le, és válaszolok rájuk. Remélem, mindenkinek jól telik ez az utolsó hete, mivel, hogy ha jól tudom, jövő héten már kezdődik a suli, nem minden egyetemen, de a legtöbben igen. Úgyhogy kitartás, srácok, élvezzétek! Ne felejtsetek el lájkolni ezt a videót, és feliratkozni, hogyha tetszett, mert évközben is fogok hozni még több tippet, illetve válaszokat a kérdéseitekre. Legyen szép napotok, sziasztok!